Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit ebbe a kis rögtönzött vlogba. És pont eljöttem haza, és akkor van egy ilyen lehetőség. Láttam, hogy itt van az ajtó, hát bejöttünk. Hát a pálinka főznek a közösét, fogjuk mindjárt megnézni. De ott látok emberek, azért megkérdezem, hogy bejöhetünk-e. Már nyitva volt a főkapu, úgyhogy elvileg be lehet jönni, de én megkérdezem. Mondtam, akkor csináljunk egy kis bemutatót erről a... Egyébként nagyon igényesen megcsinált békés pálinka megállóhelyről. Tartsatok velünk. Hát itt van maga az főszereplő, a 3,7269-es pályaszámú gőzmozdony. Ez egy, egyébként ennek annyit kell tudni a történetére, hogy ez a sarkadi cukorgyárban volt tolatómozdony, ott szolgált. És amikor ott leselejtezték, akkor vettem meg a békési pálink az ZRT. És eleinte még a régi telephelyükön volt kiállítva, csak egy betonplacra. Ez olyan 1996 környékén lehetett, vagy 95-ben talán. És amikor ide költözött maga a pálinka főzde, akkor építették ki ezt a kis úgymond megálló helyet neki, meg kapott egy személy, meg egy tehervagont is. És egészen 2010-ig még néha be is fűtötték, mert sokáig ez egy üzemképes gőzmozdony volt. Ugye annyit tudok róla, hogy egy bizonyos alkatrészre szereltek ki belőle, most itt nem tudom micsoda, pedig akkor még azt is elmondták, de azt is a biztonsági okokból, hogyha be van fűtve, akkor nehogy véletlenül leugorjon a sína, hogyha valaki ráindít. És egyébként ez 2001-ben, majd lehet, hogy bevágok ide egy képet, mert Orvos Marinak volt egy kép, ami 2001-ben, mikor azt még pálinka főzésre használták, ilyen megtermelt gőzt. Ez nem tudom pontosan meddig volt, de 2001-ben még biztos használták, hogy akkor fotózta le. Utána ez már csak látvány volt, meg sokáig még ilyen pálinka főzői napokon, ilyen békés pálinka napokon, és azok, amik be is fűtötték. Azt utána talán 2008-ban vagy 2010-ben volt ilyen, most értelem nem emlékszem, hogy melyik, de... De arra én is emlékszem, hogy még láttam ezt a mozdonyba fűtve. Mellett egyébként ott tehető egy vízdalú. Ugye hát azért régen a gőzösöket ezzel töltötték fel vízre, ezzel sokkal gyorsabban fel lehetett tölteni gyakorlatilag. Pillanatok alatt ugye vizet tudtak venni és mehettek tovább. Hát a szabványos mávos tábla, egyébként sínszálakból van kirakva, békés pálinka megállóhely. És majd kicsit távolabb megyek, akkor azt is meg tudom mutatni, de van egy alakjelző is. És itt még látszik a mozdonynak a táblája, és még azt nem mutatom nektek. Ez az eredeti táblája, még a mávos időkből. És itt van a sín, aminől ez egy... Látszik, hogy diós, de 1985-ös sínszál. És így ránézésre kisi, 23 kilós. Hát itt maga a forgóváz, meg így az alján lévő berendezéseket látjátok. Ez pedig itt egy páros féksalú. És ilyen első megfutamodás ellen, de ugye biztosítva van többszörösen, és ez egy páros féksalú. Igaz, hogy fából van, de igazából a vasúton már vasból használják ezt, de ez egy páros féksalú. Ez egyébként már a személykocsi. De mindjárt mutatom a többi részét is. Az ott egy légkondinak a kültérje, azt hiszem. Igen, ez pedig itt ugye a WC-nek a vezetése, mert egyébként ez a személykocsi az régebben be volt rendezve a pálinka kóstolónak. Talán még elvés tudok nektek majd egyszer képet berakni, mert én még ebben voltam pálinkát kóstolni. Hát most szerintem nincsen nyitva, különben. Igen, nincs nyitva. Hát most igen, nézzük kulcsban, nincsen, meg most azért mégsem mennék be. Azért azt nem mondták, hogy is be lehet menni. A teherkocsiban pedig ilyen korabeli vasúti tárgyak voltak így kiállítva, ilyen vasutas egyenruhák, vasutas sapkák, meg ilyesmik. És akkor nézzétek meg, hát ez egy szintén egy korabeli, ez nem semmi győr. Szerintem ez is diósgyőr lesz egyébként, mert szerintem győrben nem volt vasgyár soha, ahol sínszálakat is gyártottak volna. Diósgyőr volt ott még az utolsó, amikor még volt Magyarországon síngyártás, nagyon máshol nem gyártottak. Legalábbis úgy a mostani magyarországi határokon belül, én úgy tudom. Diósgyőr volt talán az egyetlen. És akkor ezt nézzétek meg a magának a teherkocsinak a... Én még a rendes beütött ez, én MÁV, vagy mi ez? 802, ha jól látom. Valószínűleg az utolsó fővizsgés, és egyébként ez még ezért favázas kocsi. Ez a régi fajta tehervagon volt ez. És akkor ezt megnézitek. Akkor így alulnézetből még úgysem mutattam ezt meg nektek, bár rengeteg képen van már róla.
és eddig mindig csak kerítésen keresztül tudtam nektek megmutatni, mert sosem tudtam ide bejönni, de most sikerült, ez az. Így. És még egy zárt tárcsa is van rajta. Ez a hagyományos, ugye azt mint tudjuk, az zárt tárcsa az azért jó, mert azt tolja a vonatot, az, annak mindig ott kell lenni a vonat végén. És amit még az előbb nem mutattam meg nektek, ott a háttérre figyelitek azt az alakjelzőt? Ez egy rendes megállja jelzés, mutató csíkos árbolcú alakjelző. És itt egyébként van egy ilyen, hát úgymond váróterem is, egy harmadosztályú váróterem. Ki is van rá írva egyébként, de mindjárt megmutatom. Hát ez régen is azért hangulatos volt itt pálinkázni. Gyakorlatilag, mintha vonatot várnád, ide le tudsz ülni. És egy nagyon meg van csinálva. Azért látszik, hogy törődtek ezzel a pálinka főzdénél. És hogy megnézitek. Igen. Majd megjön nekem megmutatni a táblát is, csak most itt arra felőső alapján nagyon ellenfényben vagyunk, de nézzétek, ez teherkocsi volt valamikor, és tessék, itt van a kocsiszám is. Csak hogy megmutassam nektek, ez a kocsiszám, ez alapján lehet, hogy valaki meg azt is megmondja, milyen fajta. Én ennyire már a tehervagonokhoz nem értek. Hát itt meg az már az egyéb azonosítói vannak. Nézzétek csak meg, aztán hogyha bármit tudtok róla, akkor mondjátok. Ez pedig volt a személykocsi, hát ebben most nem tudunk bemenni. De régebben ebben mondani, hogy egy berendezett pálinka kóstoló volt. Ott volt az úgymond bárpult. A végén ott tehetett pálinkat, és akkor itt voltak ilyen ülések kirakva, és valahol ott azt a kéményt látjátok, ott volt egy ilyen régi szenes kályha, az volt az eredetileg a vagomba fűtés, és felette van a klímának a beltérje. Tehát van is egy ilyen képen, majd meg kell valahol előkapadni egy ilyen még egy régi mobiltelefonos, hogy az új és a retro együtt. És ugye mellett épült egy játszótér, és akkor vessünk erre is egy pillantást. És itt a másik, tehát itt mellé épült egy ilyen játékvonat is. Nem tudom, hogy mennyire látszik, akkor már a kamerát kicsit feljebb tartani, aztán hátra be tudtok látni, de nem hiszem. Nem látszik ebből semmi. Azért megpróbáltam. És itt még valószínűleg össze is van kapcsolva a gőzössel. A személy meg a teherkocsi is. Talán még ide fel tudunk mászni. Ezt még megmutatom nektek. Gőzösnek a vetülását. Csak majd a másik oldalról kéne, mert itt nagyon ellenfényes. És ott látjátok a kiírást ezen, az jelenti, hogy igen, hogy harmadosztályú váróterem. Pontosan, tehát ez gyakorlatilag az még így stimmel is. És ráadásul is valószínűleg dohányzó váróterem, mert ugye nem zárt terű. És itt van maga a játékgőzös. Erről nem is jelenleg csináltunk is egy képet, mikor itt többen voltunk itt, amikor Csabai mozdonyi parádéra mentünk, hogy itt ültünk a mozdonyokban, majd átjössz a képet is bevágom ide. Ja, és ezt még eddig nem mutattam meg, hogy még ilyen szabványos, ilyen mávos kerítések is vannak, ez a betonból készült H-alakú. Még egy pillantás a gőzösre, és akkor mindjárt megmutatom nektek belülről is. Kihasználva az alkalmat, hogy most be tudtam jönni. És ráadásul itt még azt mondom, hogy még az ajtó is nyitva van, hogyne. Akkor ide még be is lehet jönni. Akkor egy pillanat csak felmászok. Tehát itt van belülről a gőzös, így néz ki egy gőzösnek úgymond a konyhája, a vezetőfülke. A mozdonyvezető az itt állt, ahol most én állok, és ezen az a kis ablakon látott ki a pályára. De ugye az is látszik, hogy nem. Tehát csak a jobb oldalt látja, tehát a bal oldal, hogyha jelzi vagy akármi, akkor azt nem látja, hanem akkor a fűtőnek kellett figyelni és mondani, hogy milyen állásban volt a jelző. Hát ezt majd aki jobban ért a gőzöshez, majd megmondja, hogy ezek itt micsoda, meg hogy melyik mit jelent. Az egyik talán a vízszintet mutatja, a másik meg a nyomás, de erre nem esküdnék meg. És itt van az a lapát, amivel a fűtő dobálta a szenet. Nem, mert ugye ezen a gőzösön nincsen külön szintartály, hanem egy úgynevezett szerkocsi volt mindig a mozdony mögött,
amiben a szenet tárolták, vagy szállították a gőzöshöz, és a fűtő ez a lapáttal dobálta ide be a kazánba a szenet. Hát nem tudom, mennyire látszik a kazántél. De ugye itt kellett a gőzös fűteni, úgyhogy ezt az ajtót mindig be kellett. Tehát ezt, hogy kinyitotta a fűtő ezt az ajtót, amit itt láttok. Bedobált pár lapát szenet, és kinyitotta, bedobott egy lapát szenet, visszacsukta, megint megmerítette, és megint bedobta. Tehát nem lehetett folyamatosan nyitva hagyni, mert akkor szökött ki a levegő. És szerintem ez mutatta a vízállást, nézzétek csak. Ez. Hogy van elég víz, vagy nincs. Hát itt pedig azok jó, hogy a különböző szeletek, meg csavarok, ezek meg jó kérdés, hogy mire valók. És ezt nézzétek meg. Na ez hogy került ide? Ez nem széria tartozék egy gőzösön, de ez szerintem ez egy régi kotyogós. Aha! Nézzétek, kotyogós kávéfőző volt fénykorában. Így csak. Az bizony, ez egy kotyogós kávéfőző volt. Régi retro. Hát ez sem a gőzös. Ez sem eredetileg része a gőzösnek ez a kiépített villanycsatlakozás itt. Jó, itt van egy lámpa. Valahol. Mindegy, ezt most nem piszkáljuk. Ez pedig a fékkal volt, azt hiszem ezzel lehetett fékezni. És itt lehetett azért ráadni a gőzöst, vagy a gőzt, vagy nem, ezzel a karral. Aztán lehetett úgy is fékezni, hogy ellengőzzel. De hát ez már nagyon szakmai része, ahol annyira nem értek. Gőzösök közt pláne. Csak megpróbálom így elmondani. És akkor nézzük, csak itt van még valami. Mi felirat. Azt mondja, hogy jöjjenek a kazánszám, igen, meg a... Ja, igen, tehát a kazánvizsgája már lejárt. Azt úgy tudom, de egyszer még meg volt újítva, de valamikor 2010 után a kazánvizsgája is lejárt, és nem. Tehát nem vizsgáztatták le, tehát már ez lenne az egyetlen akadálya annak, hogy még üzemképes legyen, meg vagy hogy még menjen ez a gőzös. Egyébként voltak olyan tervek, még annól 2008 körül hallottam ilyet, amikor bezárt a Murony-Békés szárnyvonal, hogy a békési pálink az ELT az kereste ezzel a mávot is, meg így volt ilyen kezdeményezésük, hogy ezzel a gőzössel, vagy akár egy győzőt, hogy öreg dízelmozdony megvásárnak, és akkor azzal felvennék, hogy mennének azon a vonalon. Csak akkor a máv az elzárkózott ettől, hogy akár csak az is, hogy évente egyszer-kétszer, amikor valami rendezné van, akkor megfuttassák azon a vonalon ezt a gőzöst, akkor még lehetett volna, most már azóta lejárt a kazánvizsgálja, úgyhogy ezzel már nem lehetne ott menni. És ez a projekt az jelentem a pálinka főzde részéről is már elhalt. Akkor volt egy ilyen ötlet, a mávnál nem fogadták ki tőle a lelkesedésre, semmi támogatást nem adtak rá, meg semmi, még igazából csak az se, hogy mi kéne hozzá, és hát esed is felejtődött, sajnos. Úgyhogy igen, itt tartunk, és akkor nézzetek meg, hát ez maga a gőzös, nem tudom. Szerintem már mindent elmondtam róla, úgyhogy le is mászok. Akkor szerintem akkor ez ennyi lett volna. Megmutattam mindent. Ez ilyen fedezzük fel Békés túrában, nagyon belefér, ez egy érdekes helyi dolog, és nagyon jó kezdeményezés is volt, és nagyon meg is van csinálva ez a Békés pálinka megállóhely. És végül is egy 3-5-es, amit talán ide be tudunk nézni. Mert tudunk, nem tudunk. Akkor hagyjuk békén. Hát akkor ez ennyi lett volna, akkor most ízszerűen búcsúzok innen a kisi pálinka az ilyet. Szóval ez ennyi lett volna ez a videó, akkor stíszerűen innen a megállóhely elől akkor búcsúzok, és köszönöm, hogy megnéztétek, és hát tudjátok, hogyha tetszett a videó, akkor lehet lájkolni, lehet kommentelni, ha nem tetszett, akkor is lehet kommentelni, lehet diszlájkolni, és fel is lehet majd iratkozni. Jó, közben a szemembe süt a nap, úgyhogy majd gyorsan végzek vele. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Békésen a békési pálinka az ELT tetőletén kiállított gőzmozdonyról. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!